A több mint 10 éves hagyománynak örvendő virágoztási akció idén is folytatódott Kecskeméten. A cél, hogy a 70-es, 80-as években épült, ma már nem túl népszerű formavilágú modern épületeket feldobják egy kicsit, és a balkonba helyezett színes virágokkal feloldják szigorú hangulatukat. A színes virágok osztása a Kecskeméti Városszépítő Egyesület, Kecskemét megyei jogú város önkormányzata és a Híros Kertészek Egyesület tagjai összefogásában valósult meg. A virágokat a Híros Kertészek Egyesület tagjai szolgáltatták a városlakóknak, akik 2 muskátlit és 2 egynyári színpompás virágot kaptak. Király József, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnöke bízik abban, hogy virágokkal teli balkonokkal várhatják a pünkösdőt.